Következő kísérlet az elektromos áram hő hatását mutatja be. Szükséges eszközök, zsebtelep, vezeték és hőmérő, amely lényegében a fogyasztó szerepét játsza. Most a hőmérőt rákapcsolom a zsebtelepre. Figyeljük meg, mi történik. Jelenleg a hőmérő 22 Celsius fokot mutat. Ez a szoba hőmérséklet. Nézzük meg, mi történik, hogyha bekapcsolom az áramkörbe a hőmérőt. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik, most már 26 Celsius fok. A hőmérséklet még tovább emelkedik, eléri a 30 Celsius fokot. Kísérlet magyarázata a következő. Az áramkörbe kapcsolt hőmérőn az elektromos áram munkát végez. A munkavégzés hőformájában jelentkezik. A hőmérő ezt az energiaváltozást mutatja. A hőmérséklet tovább emelkedik, jelenleg 32 Celsius fok.